Egészségház épült Őrben, 60 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból, valamint 16 millió forintnyi saját forrásból épült új egészségház Őr községében. Megújult a Penészleki óvoda, új bútorok, eszközök és játékok is kerültek a megújult Penészleki óvodába. Egészségnap a Kölcsey Ferenc gimnáziumban prevenciós tájékoztatókkal és újraélesztési előadással is várták a tanulókat. €60 millió visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból, valamint 16 millió forintnyi saját forrásból épült új egészségház Őr községében. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyar Falu program keretében akár a házi orvosok szolgálati lakására, vagy orvosi eszközök beszerzésére is pályázhatnak majd a települések, mellyel a vidék megtartó erejét növelik, és segítik a fiatalok itthon maradását és helyi boldogulását, hangzott el az Őri átadón. 150 négyzetméteren, modern körülmények között, energetikailag fenntartható egészségházban várják ezentúl Őrben a házi orvosi praxis és a védőnői szolgálat pácienseit. Az épület saját forrásból és topos támogatásból készült, mellyel a korábbi, sokkal kisebb és mára már elavult rendelőt váltották ki. A területi operatív programból 60 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk, és ugye 16 millió forint saját erőt kell biztosítanunk ehhez az kellett biztosítanunk az épület építmény megvalósításához, melyre még remény van, hogy 7 millió 40 ezer forint kiegészítő támogatást kapunk. Ennek ez a feltétele, hogy az egy négyzetméter eső fajlagos költség a 152 ezer forintot ne haladja meg, de számításaink szerint nem fogja, elnök úr is biztatott, hogy ezt a 7 millió kiegészítő támogatást megkapjuk. A különbözetek pedig hál' Istennek jó gazdálkodva tudjuk biztosítani. Országosan megközelítőleg 380 betöltetlen praxis van, melyből a megye 5-ös számú választókörzetében található 8-10, mondta el az ünnepélyes átadón Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, ezeknek egy részét helyettesítésekkel próbálják pótolni, de a Magyar Falu program keretén belül akár az orvosok szolgálati lakását is megépíthetik a kis települések. Van még sajnos betöltetlen praxis is, erre egy új programot tudunk ajánlani a Magyar Falu program keretében. Előnyt élveznek azok a praxisok, ahol nincs betöltve egészségügyi ház, de az orvosoknak a szolgálati lakását is tudja pályázni az önkormányzat. 18-an intézkedés fog megjelenni a közeljövőben, ami a Magyar Falu, a magyar vidék életképességét, megtartó erejét próbálja megerősíteni. A megyében számos helyen folyik még egészségház építése, hiszen a kis településeken az egyik legnagyobb probléma a házi orvosi praxisok betöltetlensége, hangzott el az átadó ünnepségen. Sesták Oszkár azt mondta, a Magyar Falu program a vidék megtartó erejét növeli. Úgy tudunk segíteni ezeken a problémákon, hogy ez hasonló jó minőségű, a 21. század követelményeknek megfelelő egészségházakat valósítanak meg az önkormányzat topos és más pályázatok segítségével, illetve a Magyar Falu programban van egy új pályázati lehetőség, ami korszerű orvosi lakások felépítését tűzi ki célul, hogy minél több fiatal házi orvos kezdhesse meg a praxis olyan körülmények között, ami vonzó számokra egy városi létet tud biztosítani. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a orvosi lakások építésével is majd megfelelően pályázzanak az önkormányzatok, és ezzel meggyőződésem szerint középtávon lehet javítani ezen a problémán. Sesták Oszkár hozzátette, az elmúlt időszakban közel 500 topos pályázatot valósítottak meg a megyében, melyek között több egészségház is felépült, ezekkel pedig olykor több évtizedes hiányosságokat pótoltak. Új bútorok, eszközök és játékok is kerültek a megújult Penészleki óvodába, amely topos forrásból szépült meg a közelmúltban. Az intézmény épülete több mint 70 éves, így a beruházást elsősorban ez indokolta. Emellett más fejlesztés is volt a településen, ahol tervekből sincs hiány. A penészleki gyerekek már jól ismerik ezeket a játékokat. Ősszel lett kész a megújult Mici Mackó óvodan, amelynek ünnepélyes átadását pénteken tartották. Az intézményt 65,5 millió forintból korszerűsítették, a nyilászárók mellett a vezetékeket és a tetőt is kicserélték, amelyre napkollektorok kerültek, ezek a melegvíz előállításában segítenek. Az óvodan belül is új köntös kapott.
A padlótól kezdve a falszín, a világításnak a korszerűsítése, a nyílászárók cseréje megtörtént. Az ajtóknak ugye a belső nyílászárók tekintetében szintén megtörtént a cseréje, és a bútorok teljes mértékben megújultak. Tehát lehet látni, hogy gyermekbarátak, vidámak, esztétikusak, megfelelnek ugye a céljainknak, tudjuk benne tárolni az eszközöket, a könyveket. Könyvek vásárlása is történt, 200 darab könyvet vásároltunk, amit a gyerekek napi szinten forgatnak. Emellett ebben a 200 darab könyvben szakmai könyvek is rendelkezésre állnak, amelyek a pedagógusok munkáját segítik a tervezésben és a gyakorlati megvalósításban egyaránt. Képesség és mozgásfejlesztő, valamint kreatív eszközök és játékok is változatosabbá teszik az intézménybe járó mintegy 40 gyerek mindennapjait. Ők az egy évig tartó felújítás idején egy másik épületbe jártak. Az idei nevelési évet azonban már a megszépült helyen kezdhették. A korszerűsítésre nagy szükség volt, az óvoda ugyanis több mint 70 éve épült. A településen más beruházások is voltak a közelmúltban. Mellettünk van az iskola épülete, ott is teljes energetikai felújítás történt, mosdófelújítás, járólapoztak, aztán a polgármesteri hivatalt is felújítottuk teljesen, ott is energetikai felújítás volt, ajtókat tettünk más helyre, körbe lehet járni az irodai helységeket, aztán a zuhanyzó rész, mosdó rész is felújításra került. Aztán egy teljesen új orvosi rendelőt építettünk, szintén topos pályázatból, az is egy nagyon korszerű, teljes zöldmezős beruházás volt. Vannak még tervek Penészneken, igény van rá, így pályáztak egy mini bölcsőde építésére. Belvízelvezetési program is indul, a temetőt pedig körbe kerítenék. Közben a térség több településén zajlik oktatási nevelési intézmények felújítása. A nyírbátori választókerületben, amely 33 település számlál, 16 iskola újul meg, 8 bölcsőde fog épülni, és 6 óvoda megújítása történik meg. Itt vagyunk az egyiken, Penészleken, de a szomszédban, Ömbölyön adtunk át tornaszobát, óvodai tornaszobát. Nyírbélteken pedig készül az iskola felújítása, hamarosan elkészül. Encsencsen pedig az iskolát és az óvodát is felújítottuk. Az országgyűlési képviselő szerint azért fontosak ezek a topos forrásból megvalósuló fejlesztések, mert ezekkel segíteni tudják az oktatás-nevelést, és közvetetten azt, hogy a fiatalok helyben maradjanak, és ne költözzenek el a településről. Az újraélesztés oktatása, valamint a prevenciós jellegű tájékoztatás volt a cél a Kölcsey Ferenc gimnáziumban megrendezett egészségnapon. Az egészséges életmód fontossága mellett az alkohol, a dohányzás és a drog káros hatásainak veszélyeire is ráirányították a fiatalok figyelmét. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetével közösen tartott rendezvényen a tanulók megismerhették a hősképző programot is. A Vöröskereszt megyei szervezete több témával is készült erre az egészségnapra. Ilyen volt például a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató program, valamint a drogprevenciós program is. A megelőző jellegű tájékoztatók ráébresztik a fiatalokat arra, hogy milyen veszélyekkel jár a káros szerek használata, mondta el Gurály Edina a rendezvényen. Az egészségnapra a Vöröskereszt elhozta a hősképző programját is, melynek keretében a fiatalok az elsősegélynyújtás és az újraélesztés legalapvetőbb ismereteit sajátíthatták el. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokszor találkozunk azzal, hogyha egy hirtelen szívmegállás történik, és lenne vagy van a közelben olyan személy, aki tud megfelelő szívmasszást alkalmazni, nyilván föl tudja mérni a helyzetet, hogy nem lélegzik a bajba jutott embertársa, akkor megfelelő és nagyjából szakszerű segítséget tud nyújtani addig, amíg a mentő meg nem érkezik, vagy akár akkor a mentősök irányításával is fent tudja tartani azt az állapotot, amíg a szakszerű segítség a helyszínre nem ér. A Kölcsey Ferenc gimnázium igazgatója fontosnak tartja, hogy a fiatalokat ne csak a pedagógiai programmal leírtak szerint oktassák, hanem a maihoz hasonló eseményekkel gyakorlati ismereteket is átadjanak nekik.
Szervezünk a gyerekeknek osztályfőnöki óra keretében is szakmai előadók bevonásával, évfolyamonként különféle témakörökben előadásokat. Itt gondolok a drogprevencióra, a munkavállalási ismeretekre, a pályaorientációra, minden évfolyamnak természetesen speciálisan az adott évfolyam igényeinek megfelelően, illetve rövidesen a tavaszi szünet előtt diáknapot fogunk tartani, ahol szintén egy egészségsarokkal fogjuk várni a fiatalokat, szintén szakemberek és a védőnő bevonásával is. A Kölcsey Ferenc gimnáziumban ezeken túlmenően is több fontos esemény lesz még a tanév hátralévő részében. Márk Attila igazgató ezekről, valamint a középiskolai felvételi folyamattal kapcsolatos tudnivalókról is részletes információkat ad a hétfő esti 35 perc című műsorunkban. A zöld megoldásokat is népszerűsítik a júniusi zoárnapi sokadalom keretében Vásárosnaményban. A tudatosságra nevelő programok egy projekt részeként valósulnak meg, amelynek során előadásokat, workshopokat is tartanak a térségben. A cél, hogy minél több emberben tudatosítsák a fenntarthatóság értékrendjét. Nem lehet elég korán elkezdeni a szemléletformálást. Ennek jegyében hirdett rajzpályázatot a megyei önkormányzat egy vásárosnaménnyel a közös konzorciumban. A projekt így a verseny témája is az energiahatékonyság és az energiatakarékosság. Az óvodás és általános iskolás korúak rajzait, festményeit május 10-éig várják. Azt reméljük, hogy minél több gyermek, minél több fiatal bekapcsolódik ebbe a kampányba, eredményhirdetések lesznek, sajtó megjelenések lesznek, workshopok lesznek a pályázat keretében, és ezzel azt a célt akarjuk elérni, hogy egyrészt a hulladék mennyisége, lerakott hulladék mennyisége minél kevesebb legyen, illetve az energiafelhasználásunk minél tudatosabb legyen, minél takarékosabban bánjunk a felhasznált energiával, illetve arra ösztönözzük az embereket, önkormányzatokat, hogy minél inkább környezetbarát, energiatakarékos megoldásokban gondolkodjanak. Erre több pályázati lehetőség is volt, emellett egyre olcsóbbak a napelemek, napkollektorok. Ezeket és a hasonló zöld megoldásokat, úgy mint a környezetbarát közlekedési eszközöket, az ökoépítészetet és a geotermikus energiát népszerűsítik. Az idén a szokottnál korábbra került, június közepi zoárnapi sokadalom keretében Vásárosnaményban. Az egészséges élelmiszerek kapcsán fölhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy azokat a termékeket, gyümölcsöt, zöldséget hasznosítsák, amely általuk megtermelt lehetőség szerint bio élelmiszerek. Ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy a zoárnapi sokadalom helyszíne nem más, mint ugye híd, hagyomány és szórakozás között a Krasznaparton, tehát ügyeljünk oda a folyóinkra, a víz tisztaságára, hiszen tudjuk azt, hogy ennek az évszázadnak, ennek az évezrednek a legfontosabb eleme és a vegyülete a víz. A 4,2 millió forintos kehopos forrásból megvalósuló projekt célja, hogy a kicsiktől a legidősebbekig minél többen találkozhassanak ezekkel a lehetőségekkel és megoldásokkal, illetve hogy megváltoztassák az ezekkel kapcsolatos berögződéseiket. Tudatosítanánk bennük a fenntarthatóság értékrendjét és a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait. A nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola lányröplabdázói képviselik Magyarországot Porecsben az ISF U15-ös világbajnokságon. A hétvégén kezdődő horvátországi rendezvényen 14 nemzet csapatai mérik összetudásukat. Tavaly a vasvári lányröplabdázói Brnóban, a krúdi fiúkosarasai Belgrádban vehettek részt az iskolai világbajnokságon, idén pedig a nyíregyházi Móricz lányröpisei képviselik a magyar színeket az ISF porecsi rendezvényén. A Moracki Gyuláni által irányított együttes az elmúlt évben a nyíregyházi diák olimpiai döntőben megszerzett aranyéremnek köszönhetően utazhat Horvátországba. A diák olimpiát nyerni is nagyon fantasztikus, hát még hogyha következő lépésként az U15-ös, most ebben az esetben ugye röplabdás lányainkat tudjuk küldeni a világbajnokságra, és az iskolát fogják képviselni, Nyíregyházát és az országot. Nagyon fontos, hogy egy kicsit vissza tudják ők is adni azt a támogatást, amit az iskolájuk folyamatosan nap mint nap biztosít, hiszen itt a pedagógusok, az igazgatótól, a testnevelő tanárig mindenki támogatja őket nap mint nap, hogy sikereket érjenek el. A Móricz intézmény vezetője szerint az elmúlt években elvégzett munka eredménye a világbajnoki részvétel. A
tehetséggondozás minden iskola életében fontos szerepet tölt be. Ezen a rendezvényen való részvétel ennek egy kézzelfogható eredménye, amit az iskolánk az utóbbi időben végzett tevékenysége alapján elért. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola képviselheti Magyarországot, Nyíregyházát, a megyénket ezen a világjátékon. A világbajnokságon 14 ország képviselői vesznek részt. A diákolimpiákon csapataival 36 aranyérmet szerző Moravszky Gyuláné először szerepelhet VB-n tanítványaival. Mi nagyon várjuk a megmérettetéseket, és azt gondolom, hogy nagyon nagy élmény lesz számunkra ilyen országok ellen játszani, hiszen még nem volt lehetőségünk, hogy például egy Csille vagy egy kínai csapattal megmérettessük magunkat. Tehát nagy az izgalom, készülünk nagyon rá, és nagyon bízunk benne, hogy eredményesen fogunk szerepelni, és nagyon sok élménnyel térünk haza. A csapat kapitánya elmondta, hogy napi két edzéssel és nemzetközi felkészülési meccsekkel hangoltak a világbajnokságra. A csapat az nagyon jó hangulatban van, és nagyon bízunk benne, hogy minél jobban fog sikerülni az U15-ös iskolai világbajnokság. Nagyon aktívak az edzések is, délelőtt is, délután is, az egész csapat, nagyon jó a közösség, és reméljük, hogy a dobogóra is sikerül felállnunk. A csapat szombaton kell útra Horvátországba. Addigra a pénteki sorsoláson az is kiderül, hogy milyen ellenfelekkel szemben kell helytállni a Moravszky Gyuláné együttesének. Bejutott az Európai Ifjúsági Kosárlabdaliga lettországi szuperdöntőjébe a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata. A kék cápák a sorozat Pécsen rendezett rájátszásában az angol London United, a Szolnok és az olasz Basket Rimini legyőzésével kerültek be a fináléba. Ott ugyan vereséget szenvedtek az NBA Africa Academy csapatától, de a döntős szereplés elég volt a rigai szuperdöntőbe kerüléshez. Hosszú és mozgalmas hétvégét tudhatnak maguk mögött a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as kosarasai. Péntek este néhányan közülük pályára léptek a felnőttek között a Miskolc elleni győztes mérkőzésen, majd az utánpótlás meccsen is legyőzték a hazaiakat. Miskolcról Pécs felé vette az irányt a csapat, ahol szombaton előbb a London United ellen győztek 80-72-re Fazekas Csabáig, majd a Szolnokot múlták felül 79-57-re a kékcápák. Vasárnap az olasz Basket Rimini ellen 66-62-re győztek a nyíregyháziak, bekerülve ezzel a rigai szuperdöntőbe. A fináléban a szenegáli székhelyű NBA Africa Academy 115-47-re verte az érthetően fáradt cápákat, akik így is a várakozáson felül szerepeltek a pécsi tornán. Várakozáson felüli volt a hozzáállásuk is a srácoknak, bár azért azt nem mondhatnám, hogy bármikor ezzel probléma van náluk. Nagyon szépen játszottak, nagyon fegyelmezettek voltak az egész hétvége alatt, és szerencsére egy mérkőzést veszítettek csak, ami a döntőben volt, de akkor már ugye a döntőbe jutott csapatok kivívták azt a lehetőséget, hogy ott legyenek az európai Super Final Four-ban. A nyíregyházi fiatalok az EBL sorozatban eddig 10 győztes mérkőzés mellett mindössze kétszer szenvedtek vereséget. Eléggé jó érzés megverni egy külföldi csapatot, például egy angol vagy egy olasz csapatot, amely több nemzetiségű játékosokból tevődik össze. Úgy gondolom, hogy viszonylag erős csapatokkal játszunk itt a saját U20-as bajnokságunkban is, de azért egy külföldi csapat ellen játszani mindig nehezebb és nagyobb élmény. A tornán Fazekas Csaba bekerült az All-Star 5-ösbe. A Pécsen szereplő csapatban ketten 16 évesek, heten az U18-as együttesben szerepelnek, öten pedig a kékcápák felnőtt gárdájával készülnek. A szezonon úgy gondoltuk, hogy közös munkát kell végeznünk, ezért összeálltunk egy közös programot, ami alapján az edzőknek dolgozni kell, és látszik az eredménye, mert U16-os, U18-as és U20-as játékosok is vannak benne, és nagyon jól látni a srácokat, hogy mennyit fejlődtek egy szezon alatt is. Az EBL sorozat szuperdöntőjét április 18-a és 21-e között rendezik Rigában. A Pécsről tovább jutott két együttes mellett litván, észt, fehér orosz és angol csapatok lépnek majd pályára Lettországban. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 60 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból, valamint 16 millió forintnyi saját forrásból épült új egészségház Őrben. A Magyar Falu program keretében akár a házi orvosok szolgálati lakására, vagy orvosi eszközök beszerzésére is pályázhatnak majd a települések, mellyel erősödik a vidék megtartó ereje.
Ősszel lett kész a megújult Mici Mackó óvoda penészleken, amelynek ünnepélyes átadását pénteken tartották. Az intézményt 65,5 millió forintból korszerűsítették, a nyilázárók mellett a vezetékeket és a tetőt is kicserélték, amelyre napkollektorok kerültek. A beruházás részeként képesség és mozgásfejlesztő, valamint kreatív eszközöket és játékokat is vásároltak az intézménybe járó mintegy 40 gyermek számára. Egészségnapot tartottak a Kölcsey Ferenc gimnáziumban, amelynek során a tanulók megismerték az egészség megőrzésének fontosságát, valamint elsősegélynyújtási ismereteket is szerezhettek. A prevenciós jellegű tájékoztatók arra hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy milyen romboló folyamatok indulhatnak be az emberi szervezetben a káros szerek hatására. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták március 25-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét! Hideg front vonul át hazánk felett. Érdemi csapadékra az ország legnagyobb részén nem kell számítani. Reggelig erősen megnövekszik a felhőzet, borongós idő várható. Szorványos jelleggel zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 fok körül alakul. Kedden napközben csökken a felhőzet, majd délelőttől változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet 12 fok körül valószínű. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futózáporok lehetnek, azonban említésre méltó csapadék nincs a láthatáron. A hét közepén tetőzik a lehűlés, ismét visszatérnek a hajnali fagyok, de ezt követően lassú, fokozatos enyhülés kezdődik.